Ferencváros önkormányzata és képviselőtestülete felvette a kapcsolatot Ferencváros testvérvárosával, Beregszászsal, a város polgármesterével, akinek levele szerint az alábbiakat várják azon lakosoktól, akik segítséget szeretnének nyújtani azok számára, akik a napok óta tartó ukrajnai háború károsultjai. Itt tehát szívesen fogadnak többek között például lisztet, sót, olajat, cukrot, ivóvizet, gyümölcsleveket, konzerveket, rist, alaptisztító és tisztálkodószereket, bébiételt, tápszert, pelenkát, nedves törlőkendőt, takarókat, illetve plédeket. Február 28-tól az egész hét folyamán a Ferenc téri pavilonnál és a József Attila lakótelepi közösségi háznál várják az adakozni vágyókat reggel 9-től este 6 óráig. Már az első napon is rengetegen érkeztek. Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat dolgozóinak az adományait hoztuk. Láttuk a hirdetését a Ferencváros itt lakunkba Dorzsa Sándor képviselő úrnak, és gyakorlatilag ugye van egy feszes csoportunk, úgyhogy egyetlen poszt ment ki, hogy ma, most, és reggelre, mire beértem a munkahelyemre, alig lehetett belépni gyakorlatilag a kabátok alatt, tele volt a bébi ételtől, a pelenkáig, a tisztítókendő, a WC-papír, a nyugdíjas kollégánk, aki ugye még része a csoportnak, még az is hozott be, azt mondta, kiürítette a spájzot, úgyhogy nagyon büszke vagyok a dolgozóinkra, hogy tényleg egy ilyen adományozásért is ennyire meg tudnak mozdulni. Most per pillanat, amit odahazolt, össze tudtam hirtelen szedni, és amit úgy gondoltam, hogy a legfontosabb lehet, ez plédeket hoztunk, kis takarókat, azután tartós élelmiszert, levesporokat, készragút, száraz tésztát, rizst, olajat, kekszet gyerekeknek, dobozos kapucsinóport kifejezetten gyerekeknek, konzervet és ilyeneket. Jancsó Andrea önkormányzati képviselő szociális ügyekért felelős tanácsnok közösségi oldalán tett bejegyzése szerint február 28-án egy nap alatt több mint 2 tonnányi tartós élelmiszert és tisztasági termékeket gyűjtöttek össze az önkéntesek. Hatalmas a lelkesedés, nagyon meglepő volt számomra, hogy már a délelőtti órákban is szinte folyamatosan jöttek hozzánk. Elsősorban ugye tartós élelmiszereket hoztak, de nagyon sok tisztasági, higiéniai termék van, illetve gondolnunk kell arra is, hogy esetleg a háború okán vízhiány léphet fel, emiatt nagyon-nagyon sok víz érkezett, amit ugye külön kértünk, hogy hozzanak ebből is sokat. Ezt magunk fogjuk elvinni a határig, a magyar-ukrán határig, és ott az ökumenikus segélyszervezet segítségével tudjuk majd eljuttatni Beregszászig. Ugye itt a háborús helyzet miatt ennek különleges adminisztrációja van, nekik pont van Beregszászon egy regionális központjuk, és így az ő segítségükkel tudjuk eljuttatni a határtól Beregszászig. Az élelmiszeradományok, illetve a különböző tisztasági szerek, tisztálkodószerek, stb. Az Beregszászon megy, amit még az ittenieknek viszünk, azok kaptunk ruhaadományokat, illetve paplanok, törölközők, illetve egyéb olyan ruhaneműk, vagy különböző pamutneműk, amik ugye a hétköznapokban. Az önkormányzati képviselők köszönik az eddigi segítséget az adakozóknak és az önkénteseknek is. További felajánlásokat és önkéntes segítségnyújtást pedig péntekig várnak.